Elemzés Kölcsey Ferenc Zrínyi Dala című munkájához. Zrínyi dala. Hol van a hon, melynek Árpád vére győzelemben csorga szent földére, mely nevével hév szerelmet gyújt, s messze képét bujdosó magzatja, még kalipszó keblén is siratja, s kart feléje búson vágyva nyújt. Itt van a hon. Á, nem mint a régi, pusztaságban nyúlnak el vidéki, többé nem győzelmek honja már, elhamvadt a magzat hőszerelme, nincs magasra vívó szenvedelme, jégkebelben fásult szíved zár. Hol van a bérc és a vár fölette, szondi, melynek sáncait védlette, tékozolva híven életét, honnan a hír felszáll, s arculatja lángsugári távol ragyogtatja, s fényt a késő századokra vét. Itt van a bérc, s omladék fölette, mely a hőst és hírét eltemette, bús feledtség hamván, s néma hant, völgyben ül a gyávakor, s határa szűk köréből őse saslakára szédeleg, ha néha felpillant. És hol a nép, mely pályát izzadni, s izzadás közt hősi bért aratni, ősz atyáknak nyomdokint tanult, s szenvedett bár, s bajról bajra hága, hervadatlan volt szép ifjúsága, a jelenben múlt, s jövő virult. Vándor, állj meg! Korcs volt anyja vére, más faj állott a kihúnyt helyére, gyönge fővel romlott, szívtelen. A dicső nép, mely tanult izzadni, s izzadás közt hősi bért aratni, névben él csak. Többé nincs jelen. Kölcsey Ferenc költészetére nagy mértékben jellemző a pesszimizmus, mely visszavezethető csekei elszigeteltségére és az akkori Magyarország közéleti kudarcaira is. Az 1800-as évek elején a konzervatívok erősen ellenezték a reformokat, ezért a költő aggódott az ország sorsáért. Ennek kapcsán jelenik meg nála a nemzethalál víziója, mely a herderi jóslaton alapult. A herderi jóslat Johann Gottfried Herder nevéhez köthető, a német származású költő és filozófus a következőképpen fogalmazza meg. Mások közé ékelt kisszámú magyaroknak századok múltán talán majd nyelvét sem lehet felfedezni. Kölcsey ennek hatására írja meg Zrínyi Dala című hazafias lírájában elkeseredettségét. A mű 1830. július 20-án keletkezett Szobráncon. Eredeti címe is a Szombráci dal volt. A mű egy kérdés-felelet jellegű lírai dialógus, amely egy népszerű retorikai fogás. Kölcseiről tudni lehet, hogy kiváló szónok volt, ami művein is érződik. A Zrínyi dalában kérdések, ismétlések, erős érzelmi tartalmú jelzős szerkezetek követik egymást. A címben szereplő dal megnevezéssel ellentétben azonban a műfaja politikai óda. A kézirat cím nélkül maradt ránk. Szobránci dalként ismerték sokáig, mert Kölcsey ott írta. Később Zrínyi dala vagy Zrínyi énekeként jelent meg, viszont pontosan nem tudjuk, kitől származik ez az elnevezés. Kölcsey több művében is megfigyelhető a költő Zrínyi iránti tisztelete.
De vajon melyik Zrínyi? Idősebb Zrínyi Miklós, a 16. századi horvát bán, aki Szigetvár védelmezője volt. Vagy a dédunokája, ifjabb Zrínyi Miklós, a 17. századi költőhadvezér. Valószínűsíthető, hogy az utóbbi. A költeményben az író Zrínyi szerepébe helyezkedik bele. A versben a vándor egy messziről jött idegen, és nem ismeri a magyarságot, csak hírből hallott a nép régi nagyságáról és annak dicső tetteiről. Az általa elképzelt nemzetet keresi, de a valóságban csalódnia kell. Itt már nem találja meg a régi dicső magyarokat. Zrínyi utazik az időben, ő felel a kérdésekre is. Az idősíkok váltakoznak, ez adja a mű feszültségét. Egy másik értelmezés szerint a vándor képében maga Zrínyi Miklós kéri számon az utódokat a dicső áldozata eltékozlásáért, amit a nemzetért hozott. A költő Zrínyi szerepébe helyezkedve ad választ a vándor kérdéseire. Ezek a válaszok tükrözik költsei belső vívódását, kétségeit. Tekinthetjük egy belső monológnak is, a költő önmagától kérdez és önmagának is válaszol. Az első verszakban megfogalmazódik a kérdés, hogy hol van a hon, amit Árpád elfoglalt. Ez tulajdonképpen önmagában egy számon kérő vád, amit rögtön a második verszakban meg is válaszol. Itt van, de megváltozott, elvesztette a régi fényét. A Zrínyi dala egy időszembesítő vers. Költsei szembeállítja a múltat és a jelent. A múltra régi dicső történelmi személyek említésével utal, mint például Árpád a honfoglalás korából és Szondi a török elleni honvédelmi harcok hősi ellenállója. Említi még Kalipszót is, azt a múzsát, aki az Odüsszeiában nem tudta visszatartani Odüsszeuszt a hazatéréstől. Ez utalás lehet arra, hogy egykor a magyaroknak is első volt a hazaszeretet. A műben a fordított szó sorrenddel, más néven inverzióval, a kérdésekben izgatottságot fejez ki a költő. A páros verszakban hangzanak el a feleletek a kérdésekre, melyek elutasítóak és tagadóak. Ezekben a jelen kietlenségét és az elkorcsosult nemzedéket veti az emberek szemére. A mű feszültsége az ellentéteken alapul. A kérdező verszakokban pozitív kifejezések, míg a válaszadó verszakokban negatív kifejezések találhatóak. Ilyen például az Árpád szent földje és a pusztasság ellentéte. Gyűjtsetek még ilyen ellentétpárokat. A versben a fokozást az érzelmileg túlfűtött negatív töltetű szavakkal éri el költsei, mint például nem, nincs, elhamvadt, eltemette, jégkebel, fásolt, szívtelen, korcs. A múlt értékeit állítja szembe a jelen értéktelenségével. A vers jambikus lejtésű, szótag száma 10-10-9, 10-10-9. Rímképlete pedig AAB, CCB, amit más néven ölelkező rímnek hívunk. A befejezésben elhangzó utolsó kérdés, hol van a nép, mely az évszázadok során átélt akadályok ellenére is fennmaradt? A válaszadásban Zrínyi már kilép az addigi szerepéből, és felkiáltással megállítja a vándort a kérdezésben, jelezve ezzel, hogy értelmetlen lenne folytatni. Az utolsó verszak indulatokkal teli, tetőpont és mélypont is egyben. A jövő kilátástalanságára fekteti már az író a hangsúlyt. 8 évvel később költsei megírja a Zrínyi második énekét, ami még súlyosabb reménytelenséget fejez ki. Köszönöm a figyelmet!